Na, sziasztok, kedves nézők! Most már megpróbálok tényleg ezzel foglalkozni, csak mindig történnek események. Úgyhogy a napba fordítva, most már lement a nap, mert közben volt esemény itt az autó körül. Itt van ez a szilózás, amit mondtam. Ennek az a lényege, hogy a napfele fordítva itt egy rés van, és ez pont ahova bevezetődik ebbe a tálcába ide hátul. Szerintem itt megy be a hideg-meleg levegő állítása, amit a... Itt nem tudom, hogy mennyire halljátok, hogy ez kopog. Amikor a zsalugátert áthúzzátok, hogy a külső vagy a belső levegőt húzza, és szerintem ide folyik bele a víz, és ez a víz vezetődik be, mert itt láthatjátok is, hogy itt rengeteg ilyen sár meg föld van, ami összegyűlt benne. Ez is itt tele volt falevéllel, meg sárral, meg mindennel. És ugye ez ide lefolyik, és ez normál esetben majdnem ilyen vízszintesen áll. Tehát aminek itt ki kéne menni, annak a fele oda belefolyik ebbe a rendszerbe. És ugye itt mindenhonnan ide van vezetve a esővíz a felétől, a másik fele az arra folyik el, és valószínűleg ez okozza ezt a problémát, hogy ez az egész itt beázik, itt egész hátul, amire nem is gondolt volna az ember, ezt most fedeztem föl, úgyhogy majd ezt le fogom takarítgatni, és újra átszilózom, jó vastagon, és akkor ez nem fog beázni, és akkor majd az eső után ez ki fog derülni, hogy tényleg ez volt-e a baja, vagy esetleg más hiba okozza. Mert sokszor ilyen egyszerű kis dolgok okozhatnak olyan problémákat, hogy ez például a légzsáknak a csatlakozóit szokta összevizezni, és folyamatosan hibakódot jelez az autón, és ha mondjuk elviszitek vizsgáztatni, akkor egy ilyen miatt megbukik a vizsgán, és nem kap műszakit az autó. És egyéb más bajokat is okozhat elektronikába, nem beszélve arról, hogy nyáron jó büdös tud lenni, amikor ez bepálik a forróságban 40-50 fokos autóba, szétrohassz a küszöböt, az alját a kocsinak, és még csoda is, hogy a tália ennyire jól bírja ezeket a rothadásokat, mert még így se rohadt ki az alja. Mert szerintem most már 2-3 éve, amióta nálunk van, azóta rendszeresen ott vizes az alsó szőnyeg. Ugye egy ilyen vastag hangszigetelés van benne, hang- és zajszigetelés az alsó szőnyegbe, és az nagyon nehezen tud kiszáradni, és ezáltal tud lenni néha ilyen dohos szag, amit hiába takarítgatod az autót, nem tudsz rájönni, hogy mi a baja. Ha nektek is van ilyen hasonló probléma, akkor ezt nézzétek meg, mert valószínűleg a kicsi hiba van, ez lehet, hogy csak annyi volt, hogy kivették egyszer innen, mert valamit csináltak, és megtörték, amikor kifeszegették, és onnantól kezdve egy ilyen hajszárepedés lett, valaki ezt megtaknyolta valamivel, azt lehet, hogy eddig bírta, lehet, hogy egy évet jó volt, utána újra kezdődött, és hát ezek óriási bajokat tudnak okozni. Na hát most már azt legalább tudom, hogy ahhoz ezt az egész dolgot vissza tudom rakni, mert valószínűleg itt lesz ez a vízelvezetővel a probléma, és ezt rendszeresen szedjétek szét, és pucolgassátok. Ezt a lemezkét kell kivenni, itt fogja elvileg egy ilyen műanyag, ilyen szegecs, és akkor ide meg csak be van pattintva. És akkor ez úgy néz ki ez az egész történet. Én is sejtettem, hogy itt való az ajtónál, mert az volt az érdekes, hogy ez a fele volt mindig vizes, mintha az ajtónál folyt volna be. És hát nem tudtam rájönni, de hát itt azért láthatjátok, hogy az ablak üveg is ide vezeti be, mert itt az üveg alatt látjátok, hogy ilyen poros-koszos, itt folyik be az összes víz, és hogyha az ott lukas, akkor oda be tudja vezetni a pont abba az egy helybe. Na hát majd kíváncsi leszek erre. Ezt mondom, most jó, hogy megláttam, mert én először abba gondoltam, hogy itt valahol az üvegné, de hát az télen a fagynál, úgy voltam, hogy majd megragazgatom, de az már télen a fagynál az üveget fölpattintotta volna, hogyha a víz megy alá, és eltörte volna. De hát nem ez történt, és folyamatosan beázott, az üvegnek meg semmi baja nem volt. Levettem ott a kárpitot is, és ott se volt alatt a probléma. Tehát nem az okozza. A másik, hogy a másik oldalt még jobban szét van jöve, és ott még se ázik be. Tehát erre is vettem ilyen sziloplasztot, majd ha gondoljátok, megmutatom, hogy mivel húzgáltam ki másik autónál, mert ez a régi autóknak ilyen halála, hogy ezek így elpattognak, és akkor valamivel ki kell javítani.
viszont ezek minden évben megkötnek újra, és vannak most olyan lehetőségek. Most valószínűleg azzal fogom majd kitölteni, amivel a tömítést szoktam lezárni. Hát az is ilyen olajálló, meg műanyagra, fémre, minden szírszarra jó, és egy filléres történet, és nagyon pici, tehát hogyha az be is köt esetleg, akkor mégsem 3-4 ezer forintról van szó, mert ugye az volt, hogy mindig próbáltam 2-3 autót összehozni, ismerősökét, meg családból, meg innen-onnan, hogy működjön. Hogyha már kibontom azt a 3-4 ezer forintos szilót, akkor ne az legyen, hogy tönkre megy, mert mindig az lett, hogy megcsináltam, el lett téve, majd egy fél év, egy év múlva hiába volt bedugdosva, azért ezek csak beszáradnak, mert ezek ilyen nagy kötő képességek, legkisebb levegőre is bekötnek. Az rendszeresen kéne használgatni, de csak elmegy 6-8 hónap, lejár a szavatosság ide, és beköt az egész úgy, ahogy van, és megy a kukába. De hát ennek örülök, és remélem, hogy ez lesz a hibaforrás, hogy ott folyt be, mert sokszor mondtam már több videóban is, hogy ilyen apró kis bakik okozzák azokat a bajokat, amiből aztán jönnek olyan dolgok, hogy nem tudod, hogy mi, hogyan és miért. Hát most ennyit tudtam nektek megmutatni, úgyhogy megnyugodtam, mert ugye ezt így külön le lehet venni majd. Ezt a részt, ezt a fémet nem kell, ezt is vissza tudom tenni majd a helyére, és nem kell ahhoz ezt az egész elejét lebontani, mert azért nem tudtam ezt összerakni, mert ezt is akartam így bogozgatni, hogy itt mi lehet, hogy lehet, de valószínűség szerint akkor ez lesz ennek a hiba forrása, hogy onnan megy el. Mert itt ezen a lefolyón meg le kell mennie mindennek, ha úgy alakul. De én még itt erre gyanítom, hogy itt is lehet, hogy valami luknak. Ja nem, ez ide átviszi, itt van a másik kifolyója, hogy ez lehet még eltömödve. Még azt szét fogom szedni azért még mielőtt összerakom. Úgyhogy hát kövessétek a csatornát, és ha azt ki tudtam szedni, mert mondjuk azért is akartam minden bekukucskálni, hogy mennyire lehet az tele szrötyivel. Ha szét tudom szedni, akkor megmutatom, hogy mi újság vele, de meg is állítom, hát ha kibírom most venni, és nem töröm el. Na hát még jó is, hogy beszélgettünk erről, ki is szedtem, nem törtem el, ugye ennek van itt az alján egy ilyen kis kupak, amivel vissza lehet zárni, ez ugye ott van alul betéve, ez egy ilyen kis gumi szírszar, és úgy látom, hogy valamivel be van tömve, ilyen sárral. Úgyhogy ez is okozhat olyat, hogy nem tud lemenni, ezt mindjárt kipiszkálom, és akkor mutatom, hogy mi volt benne. Na hát igen, ez jött ki belőle, most így hirtelen ezzel, hogy megpiszkáltam és kiütögettem. Mindjárt egy csapon át folyatom, hogy ez kifoljon belőle teljesen. És hát igen, na ilyenekkel volt letömve, itt ami összeállt, ilyen sár, és akkor persze, hogy ezen is nem tud leszivárogni, tehát ilyen apróság is lehet, ezt meg mondom, onnan tudjátok, hogy itt a szőnyeg alatt is hozzá lehet férni, itt van ez ide lent, és ezt el kell húzni, ezt a kis fütyit, és itt van alá bedugva egy ilyen peremmel, és hát a legrosszabb esetben a kis szakítjátok és eltörik, max vesztek majd később egy másikat, bontóból vagy bárhonnan, és akkor vissza lehet oda erőszakolni, de ha ez itt beázik, akkor csinálja a kalamajkát, és mint láthatjátok itt ebbe a, hogy itt is állt a víz, lehet, hogy ez is ennek a oka, ez valószínűleg idáig állt a víz benne, és akkor úgy még be is tud máshova folyni. Úgyhogy lehet, hogy akkor ez is egy ilyen hiba forrás volt, mert belül nincsen semmi, egy ilyen ovális luk van vágva, ez olyan, mint egy ilyen esőcsatorna a házon, és akkor levezeti. Remélem, hogy tanulságos lesz ez nektek is. Ezt még gyorsan átmosom, és akkor visszarakom, mert ha így hagyom, a patkányok beleköltöznek, mire újra lesz időm összerakni. Akár itt elmehetnek napok is, mert mindig van más. Ugye most jószágoknak is kellett füvet szedni, közben megindult a fűszállítás is. Úgyhogy mikor hoztam egy 3-4 utánfutó füvet, addigra beindult, hogy hoztak két teherautóval is füvet, de hál' Istennek. Úgyhogy most azzal, az hál' Istennek nem kell vele foglalkozni, de viszont mindig van valami más dolog, amit időzít az ember. Vagy szél fúj, vagy nagyon hideg van, ugye most megint mondják a mínuszokat, és akkor azért nem lehet. Ha fúj a szél, föltépi a
a motorháztetőt, úgyhogy ilyen problematikák vannak. Hát ezt is gyorsan át kéne mosogatnom, ha már így visszapakolászom, úgyhogy ezt gyorsan meg is csinálom, és akkor ezzel be is fejeztem a videót. De mondom, akkor ezt mindenféleképpen érdemes megcsinálni, mert látjátok, én is csak azt hittem, hogy csak egy pici van itt a tetején, ezt ennyi van benne, és még valószínűleg ott a csőbe is van, mert ahogy bedugtam az ujjam, amennyire belefér, bármi lehet. Egyébként ne nagyon dugdossátok bele az ujjatokat, ez csak jó tanács építőiparban, én sok helyre így bedugdostam az ujjam. Lehet ezen poénkodni meg minden, de amikor egy darázs van benne, vagy egy pók, vagy egy akármi, és megszúr, megcsíp, vagy egy üvegszilánk, vagy egy mert ugye, hogyha betöri a szélvédőt egy ütközésnél, és mondjuk te nem tudsz előéletből róla, és egy üvegszilánk szétcsapja az ujjadat, akkor elég kellemetlen érzés, vagy ha ilyen akáctüske, vagy bármi ugyanígy bele potyog, akkor tehát inkább valami más szírszarral dugdossatok bele, hogy ne az ujjatok legyen benne. Én ugye, mivel építőiparban mindenféle szírszart összefogdostam már alapbeállítottság, pedig már próbálom én is magamat rávenni, hogy nem kézzel nyúlkálunk bele, hanem akkor fogok egy drótot, ami ilyen gumis, vagy egy ilyen műanyag darabot, vagy valamit, és akkor azzal, ami nem lukassza ki ezt a előregedett gumit. Tehát ezek megint ilyen okoskodásnak tűnhetnek, de amikor egyszer megszúrja a körömágyadat, vagy alámegy a tüske a körmödnek, és beszarsz tőle, akkor megtanulod egy életre, aztán egy év múlva úgy is elfelejted, és újra kezded, de azért szólok erről, nekem is mindig mondták az öregek, hogy ez lesz, az lesz, nem, azt egy pár percre puff, azt meg is lett a baj. Tehát próbálok ilyenekre is kitérni a videóba. Akinek ez nem tetszik, ott befogja a fülét, vagy kikapcsolja, akinek meg tetszik, és nem akarja szétcseszni a kezét. Ugye én nem szeretek kesztyűbe dolgozni, ezt már mondtam nektek százszor, én inkább kezet mosok. Kesztyűbe még jobban meg tudsz szúrni, mert észre se veszed, annyira motoszkálsz, matadsz benne, hogy drót szúrt már így, meg egyéb más dolgok. Amikor nem olyan kesztyű volt rajtam, ugye nem egy marha bőrkesztyű, mert abban meg finom dolgokat nem tudsz csinálni, és óriási bajokat tud okozni, és azért is térek erre ki, mert a mezőgazdasági dolgoknál, meg amikor füvet hozunk, vagy akármi, szépen így belenyúl az ember, mert jó illatú fű, meg minden, de soha nem tudhatod, hogy éppen mi van belekaszálva, és amikor végig szurkálja a kezedet, már mutattam ilyen sebeket, hogy mit tud okozni egy-egy begyűlt ilyen tüskehely, és 2-3 hétig is lehet vele szívni. Na, hát ezzel búcsúzom, ezt gyorsan még elmosom, visszarakom, és akkor majd egy következő videóba mutatom a többit. Szerintem a másik dolgok, amikről akartam beszélni, abból jelen pillanatban nem lesz semmi, de már besötétedett, majd azt egy következő alkalommal. Sziasztok!